Kedves barátaim, köszöntelek benneteket már. Itt az előző élő bejelentkezés során tapasztaltam itt ezt a szemetet itt magánterületen. Ha már Tibike tett én rám, mert egyszer bemutattam itt egy azt a... Mindjárt megmutatom nektek. Tehát azt a kutat bemutattam, és Tibike tett feljelentést, hogy én itt ezen a kútnál én megsértettem az ő magánterületét. Ezért én úgy döntöttem, hogy most ezért a szemetelésért én most rendőri intézkedést fogok kérni, és ezt a szemetet most már, igaz, hogy már vagy két hónapja szintén bemutattam itt a mögöttem lévő szemetet itt a trafik oldalába, a Tibikék magántat, én most úgy döntöttem, hogy ezt elpakoltatjuk, akkor megajándékozzuk itt Nagykáló főterét ezzel a problémának az elrakatásával, és felhívjuk már most itt a nagykálói járőröket, teszünk egy bejelentést szemetelésért, és meglátjátok, hogy most már majd ennek hatására el fogják takarítani. Igaz, eddig maguktól nem voltak hajlandók, akkor most besegítünk. Haló, haló, tiszteltem, nagykálói járőrökkel beszélek? Igen. Üdvözlöm, uram, itt vagyok a főtéren, a lerombolt művelődési központ mögött a trafik előtt. Szeretnék kérni rendőri intézkedést, itt a nagy mennyiségű szemét van itt magánterületen, és ebbe szeretnék feljelentést tenni, tehát legyen meg szívesek ide jönni intézkedni. Már élő közvetítésben vagyunk. Jó, élő közvetítésben vagyok, csak most egy kicsit így teszteljük, nyilván nem önöket, hanem a rendőrségnek az állapotát is, tehát azt mondom, hogy természetesen megvárom akkor, csak azt mondom, hogy most itt már élő közvetítésben vagyunk. Nem egy ilyen 5-10 perces intézkedés, nem, tehát lehet, hogy nem fog húzódni. Akkor szóljon be a központba, hogy akkor küldjenek intézkedni tudó rendőröket, hiszen nem lehetünk nyugodtan, hogy ilyenkor bármikor véletlenül hívják a rendőröket, akkor nincsen rendőr. Tehát mi kérjük akkor, hogy akkor, vagy akkor hívjam a 112-t, vagy a 107-et, vagy melyiket hívjam? A 112-t legyen szíves. Jó, jó, jó. Onnan automatikusan majd irányítanak az egységet. Jó, jó, köszönöm. Minden jót, viszont. Látjátok, hogy most itt csinálunk egy kis tesztet, tehát ez a rendőr járőszám, ezt tudjátok, ezt ajánlom figyelmetekbe, 0620, 620 és 5026-os, és látjátok, hogy nem tudnak, tehát Nagykálló járás központba a rendőrősnek kellene lenni, és van is, és nem tudnak küldeni intézkedő járőrt, ezért ilyenkor akkor hívni kell a 112-t, vagy a 107-et, de hívjuk ezt a központi számot, a 112-es az arra jó, hogy az onnan mindent jobban tudnak kapcsolni, a mentőket, a tűzoltó, katasztrófa védelmet, rendőrséget, tehát akkor most ezt fogjuk most hívni akkor. Rögtön. Elnézést. Segélyhívószám. Haló, haló. Segélyhívok, köszönöm. Jó napot kívánok. Haló. Miben segíthetek? Kezét csuklom. Itt vagyok Nagykálló főterén, és szeretnék rendőri intézkedést kérni, mert feljelentést akarok tenni, nagy mennyiségű szemét van itt a főtéren itt kiöntve, körülbelül két hónapja is itt volt már, és szeretném, hogyha most már végleg eltakarítani. Minek kell ehhez, hogy szemét ott van, ahol? Hát nem, nem, ez nem városvédő. Nem hallok semmit, Nagykálló, milyen utca van? Ez Bátori utca, Bátori utca egy szám, 4320 az irányítószám. Júj, Bátori utca egy szám. Nagykálló, igen, Nagykálló, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, és... Ön neve kellene legyen, kedves. Orosz Mihály Zoltán vagyok, önkormányzati képviselő. És a rendőrség kell, mert ki szemetelt oda, ki jött oda? Hát ez majd a rend, pont ez a nyomozásnak, ez a szabálysérés. A rendőrök szoktak itt mindenféle... Tehát én, amikor erre a területre bementem, akkor feljelentettek, és rendőrségi nyomozás... Ne haragudni,
hallani, de visszhangzik, alig értem, hogy hát igen, mert ki van hangosítva. Azért kérdezek vissza, mert nem hát értem. Tehát pont ezért, tehát ezért kell a rendőrségi eljárás ebbe, mert ki hogy kell nyomni. Miért kell rendőrségi eljárás? Azért, mert a főtéren legalább egy vagy két utánfutónyi szemét itt van, 2 hónapja. Ez környezetvédelmi, meg fertőzés, meg járványügyi szempontból rendkívül veszélyes. Uram, környezetvédelmi, ön mint képviselő, igen, tudnia kell a környezetvédelmi felügyelőség bejelenteni. Nem, a rendőrség, nem, a rendőrség. De ne akarja lerázni, tudom, itt most élő közvetítésben már itt olyan 100 ember nézi itt Nagykáló lakosai közül. Én azt szeretném, mert jó, így bemutatjuk itt, hogy ön hogy próbálja meg lerázni a lakosokat, de én azt szeretném, hogy tegye a dolgát. Jó, tehát azért mondom, mondja a nevét is, legyen szíves. A kapitányságra bemegy, feljelentek. Nem megyek be a kapitányságra, a járőrök azért vannak, nem a követvédelem, azért vannak a... Nem. De valamit csináljon a telefonjával, mert nem lehet érteni. De lehet érteni, vagy most várjon, lejjebb halkítom egy kicsit, igen. Ki van halkítva? Ki vagyok elhangosítva? Na, most jó. Igen, na, tehát ez a lényeg, hogy mondja meg a járőröknek, vagy a tevékenység irányítási központnak, Nyíregyházára mondja meg, Szabolcs-Szatmár Beregmegye rendőrség, hogy ide... Nem mondok semmit, azt mondja, hogy 2 hónapja ott van a szemét. Igen, ott volt. Igen, és magánterületen, de a rendőrségnek ez a dolga, a rendőrségi törvény, most nem tudom már pontosan, hogy minden ilyen szabálysértés ügyben járjon el. Igen. Igen, körülbelül milyen szerintem. Szemét? Mindenféle vegyes, kommunális hulladék, de nem turkálok bele, mert nem megyek be most oda a magánterületre, hanem szeretném, hogy ez a fertőzés veszélyes állapot, ez szűnjön meg, és ez egy szabálysértési eljárás keretébe kell kivizsgálni. Nem környezetvédelmi felügyelőség, a rendőrség majd meg tudja, hányszor jöttek már ki, tehát már az Akácos útra is hívtam a rendőröket, utána a rendőrség majd tudja a dolgát, majd teszi a dolgát, ön ne. Tehát az állampolgárok most akarom megtanítani erre, hogy mit kell csinálni. Jó, köszönöm szépen. De akkor fognak jönni, haló? Azt nem tudom, hogy mennek, én elküldöm. Mi mindent. Tehát ön elküldi a Szabolcs-megyei rendőrkapitányságra. Jó, jó, küldje el a rendőr. Én mindent elküldöm, hogy intézkednek, mi nem. Jó, jó, akkor nagyon szépen köszönöm, de kapcsolja Szabolcs-megyei. A Szabolcs, én tudom, én tudom, hogy hon, csak a Szabolcs-megyei küldje, jó, jó. Küldje. Jó, majd hívom a másik alkalom, jó. Na látjátok, kedves barátaim, így működik, tehát minket, Magyarországot irigyli az egész világ, olyan tökéletesen működő állam van Magyarországon, de látjátok, hogy leáll az illetékes, ő nem rendőr egyébként, még ezt tudni kell, hogy ő még nem rendőr, de neki az a feladata, hogy elvegye a lakosnak a kedvét attól, hogy kérje a rendőr, jelen esetben a rendőrhatóság, az állami szervek segítségét. De én mi azt gondolom, hogy nekünk nem ez a dolgunk, hogy mi, nekünk elmenjen a kedvünk azért, mert el akarják venni a kedvünket, hanem nekünk meg az a dolgunk, hogy a mi adóforintjainkból fenntartott és a mi adóinkból működő állami szervek a mi problémáinkkal foglalkozzanak, és ez egy fontos probléma, hogy itt ez a járványügyi és költvédelmi szempontból veszélyes és káros hulladék innen tűnjön el. Tehát ezért nagyon fontos, ezért most még egyszer most felhívom, most akkor a 107-et, akkor fel fogom hívni, mert a 112-t hívtuk. Haló, kezét csokrom. Orosz Mihály Zoltán, önkormányzati képviselő vagyok, és itt vagyok a Nagykáró főterén, a volt művelődési központ, a lerombolt művelődési központ mögött, és itt a főtéren, itt van vagy 2 utánfutónyi szemét, és ebbe szeretnék rendőri intézkedést kérni, hogy egy szabálysértési eljárás keretébe vizsgálják ki, és szüntettessék meg ezt a törvénytelen állapotot itt a főtéren, mert járványügyi szempontból ez veszélyes. Köszönöm, hogy megtaláltad.
A főtér, ezt fogják tudni, Bátori út 1, és mondja, hogy a trafik előtt vagyok, a trafik előtt, majd fogják tudni a főtéren, Bátori út 1 szám, a trafik előtt. Orosz Mihály Zoltán vagyok. ...4320, és Szabolcs-Szatmár Bereg megye, 4300. Hát ezt nem tudom most, hogy van, de majd megbeszélik, nyilván a járőrök azok tudják, hogy hol vannak kamerák. Lehet, igen. Én itt vagyok, várom őket, jó? Várom őket, jó? Jó, akkor várom, ha hívnak. Köszönöm szépen, minden jót. Látjátok, most felhívtam egy másik számot, egy másik ügyintéző, teljesen máshogy áll hozzá. Tehát ezért nem szabad feladni egyébként ezeket a kísérleteket, mert látjátok, hogy itt, így itt tartunk, hogy megpróbálják lerázni tehát az állampolgárt, hiszen ők nyilván nem mindig tehetnek róla, itt megint az állami vezetőknek van a legsúlyosabb bűne, mert nincs kellő mértékű apparátus, tehát aki el tudná látni, nyilván ezért túl vannak terhelve, alul vannak fizetve, és nyilván emiatt nagyon nehezen tudjuk az állami szerveket a rendeltetésszerű munkavégzés irányába elmozdítani és visszavezetni a rendeltetésszerű munkavégzés világába, de azért igyekszünk. És amikor ilyen esetek vannak, akkor én azt gondolom, hogy mindig kell, hogy próbáljuk meg ezt elérni, mert hogyha mindenki lemond mindig az állami szervek igénybevételéről, akkor az állami szerveket csak arra fogják használni, hogy mi ellenünk állandóan minket próbálnak megtörni, és mi ellenünk próbáljanak meg folyamatosan dolgozni, meg mi ellenünk próbálják meg dolgoztatni az állami szerveket, a rendőrséget, stb. Tehát, hogy nyilván amikor a tibikéjék mindenért, tehát mindenért engem feljelentenek, tehát a nyíregyházi rendőrkapitányság az mindenért, tehát hogyha a gáspray van nálam, akkor azért jelentenek fel, ha meg akarom védeni magam, akkor a pisztoly miatt akarnak feljelenteni, ha ide, amikor ezt bemutattam, akkor ezért jelentett fel Tibike, nyilván megszüntették, mert nem volt semmi alapja, csak hogyha nyilván azt gondolom, hogyha ezekre, tehát ne csak ezekre legyen az államapparátus, hogy ők folyamatosan azokat az embereket, akik a közérdek érvényesítésben próbálnak valamilyen aktívabb szerepet vállalni, akkor azokat az állami szervekkel megpróbálják megtörni, és az állami szervek révén megpróbálják őket akadályozni. Tehát én azt gondolom, hogy ehelyett mi meg arra próbáljuk meg az állami szerveket használni, hogy a mi ügyeinkbe, hiszen azért vannak, ez egy közügy. Tehát ez egy környezetvédelmi szempontból veszélyes hulladék, majd ezt nyilván majd megnézik, de most el fogják takarítani egyébként. Én bízok benne, hogy néhány napon belül ezt Tibike most így el fogja innen takarítatni. Tehát ez egy... Az, hogy erkölcsileg is tiszta szégyen, hogy a trafik az ilyen szemétbe van, mert elvileg azért nem tud főállásba a ti dolgaitokkal foglalkozni a Döbrögi, mert ő ezt rendezi, tehát ennek a trafiknak az ügyeit rendezi, de látjátok, így sikerült neki rendezni, hogy itt ezt nem sikerül megoldania. Nyilván most mi segítünk neki megoldani ezt, majd hogyha valaki látja, hogy eltakarították, akkor majd szóljon már, mert akkor majd azt is bemutatjuk majd, hogy azért van értelme és van eredmény ennek, hogyha én is, meg hogy ti is majd próbáljátok az állami szerveket működtetni abból a célból, hogy a ti ügyeitek, a mi közügyeinket próbálják rendezni és intézni. Hát akkor is, mikor rombolták le egyébként a művelődési központot, akkor is a rendőrség abban már próbált volna intézkedni, hogyha mi ellenállunk, hogy akkor mi ellenünk intézkedjenek, hogy mi lennénk a rendbontók, vagy nem tudom, garázdaság, vagy nem tudom miért próbálnának, úgymond, vagy próbáltak volna velünk szembe intézkedni, akkor most itt ez is egy fontos
ügy, azt gondolom, hogy ebbe is kellene nekik intézkedni. És meglátjuk, majd most látjátok, hogy a tökéletesen működő államapparátus, mondom, amit Európa és a világ irigyel, legalábbis a lakosság hűítő közszolgálati médiákból ezt halljuk, aki én csak barátaimtól hallom, mert én nem nézem, csak ők mondják, hogy ez van benne, ez az üzenet, akkor megnézzük, hogy mennyi idő múlva fog egyébként tudunk ide rendőri intézkedést kérni, mert várunk, ez mikor is volt ez a... Ez egy fontos próba. Tehát 16 óra 16 perckor indítottam a hívást, most van 16 óra 31, és mondom, meglátjuk, hogy végül is hova jutunk, és mire, üdvözlöm uram, mire haladunk itt az állam segítsége révén. Hát tudjátok, hogy ez a feladat, hogyha már a trafikos úr, a főállású trafikos és mellékállású polgármester ezt nem tudja megoldani, akkor nyilván ezért kérjük az államapparátusnak az illetékes szervét, hogy az segítsen ennek az eltakarításába, és egy szabálysértési eljárás keretében ezt tudja meg segítsen az illetékes Döbröginek. Mellékállásba látja el a polgármesteri tevékenységet, mert a trafik az főállása. Kíváncsiak leszünk rá, hogy az államapparátus bevonásával mennyi idő alatt fog ez itt eltűnni, mert láttátok, ennek a bemutatása hatására nem sikerült intézkednie a főállású trafikos polgármester és mellékállású polgármesternek, de bízunk benne, hogy a rendőrségi eljárás hatására viszont már fognak tudni a főállásában, a főállási munkaidejében fog tudni majd egy ilyen intézkedésbe belekezdeni. Még egyébként, addig egyébként megnézhetjük itt a buszpályaudvart itt. Mert amit már sokszor mondtunk, tehát itt tökéletesen megoldott kapcsolat, közlekedési kapcsolat itt meg van oldva a Bátori utca felé. És nyilván ez nem jó, most megint egy értelmetlen költségbe akarják verni Nagykállót, hogy gyakorlatilag oda is, ide is egy kétsávos út legyen. De tudjátok, itt van a Pepco, tehát itt a Pepco, és ide fog épülni a Kulipintyó, és ide akarnak ide egy kétsávos utat csinálni ide. Hogy költség megint a Nagykálló közpénzeit, és így nyilván, hogyha költik, és minél költségesebb, drágább beruházásokba kezdenek, akkor az következik belőle, hogy többet lehet lopni. Tehát többet lehet kilopni, tehát nekik nyilván ez a feladatuk, hogy minél több és minél drágább beruházások ról mondják meg, hogy az a ti érdeketek, tehát az ti miattatok csinálják, ide is most ti miattatok csinálják egyébként a kétsávos aszfaltutat, azért, mert nektek meg akarják teremteni a közlekedési kapcsolatot a főtér és a buszpályaudvar között. Ezt kitalálták, ezt egy mérnökkel leíratták, és nyilván, hogyha ezt már leíratták, akkor utána úgy gondolják, üdvözlöm uram, akkor ezt már meg is kell csinálni. Tehát akkor úgy gondolják, hogy ezt már akkor meg kell csinálni, és ezt akkor végre kell hajtani. Nyilván semmi értelme nincs. A
jól kialakított közlekedési rendszert most szétzúzzák, de hát végül is, ha már a kulturális úgymond élet felélesztéséhez szükséges épületet is szétzúzták, hát most szétzúzzák a közlekedési rendszert, az különösebben nem nagyon zavarja őket, hát ezt csinálták állandóan, hiszen ez az életük, hogy mindig minden szétrombolnak. Utána, amit már számtasszom mondtam, ott van a Bajcsi-Zsilinszky úton, ott van a parkoló. Nyilván utána jön annak a szétzúzása, pedig annak most lenne szerepe, mert hogyha oda a Pepco mellé ide épülő Kulipintyónak a rendezvényeihez komoly probléma, hogy nincs megfelelő parkolási lehetőség, és nyilván az a parkoló az azért lett egyébként oda csinálva a Bajcsi-Zsilinszky útra, hogyha a művelődés, üdvözlöm uram, szerbusz, mi újság? Tiszteletem. Csak most élő közvetítésben vagyok, igen. Hát itt vagyunk a családok átmenetében. Ja, igen, igen. Hát elköltöztünk onnan. Aha. Jó, uram, majd egyszer hosszabban beszélünk, Isten áldjon, uram, minden jót. Egy érpataki fiatal ember. Tehát az a lényeg, hogy az azért lett készítve, hogy amikor majd működik, tehát a kultúrház vagy a rendezvényközpont, akkor legyen hozzá megfelelő parkoló. Nyilván akkor szintén a rablási cél vezette őket, mert nyilván akkor az volt a legfontosabb, hogy lerombolhassák a családok átmeneti otthonát, meg ott azt az ott lévő épületet, és utána pedig nyilván, hogy nehogy azt kelljen nekik felépíteni, tehát az állami pénzt ne arra költsék, mert nyilván, hogyha arra költötték volna az állami pénzt az önkormányzati ingatlanra, akkor az önkormányzati vagyon növekedett volna a ti közpénzetekből. De nyilván ott onnan lebontották, és kitalálták, hogy oda parkolót kell építeni azért, hogy utána az állami közpénzt azt rá tudják költeni a dohánybeváltóra. És láttátok, eltelt az 5 év, és nincs, nem lett belőle családok átmenet, hanem valakinek kiderült, hogy a végén volt benne egy-két trükk, egy-két csavar Károly érdekében, de végül is a Károly és ugyanez a Hotó Kft., tehát amelyik itt a főtéren Mammondoboszt üzemelteti, tehát annak a tulajdonát növelte. Tehát ott is, ott az volt, akkor be volt, igazán nem kellett a parkoló, de akkor lehetett rabolni, meg akkor az volt a cél, hogy a közpénz menjen magán ingatlanok gazdagítására, felújítására, akkor azt találták ki. Most, amikor lenne, most tényleg lehetne majd valamire használni a Bajcsi-Zsilinszky úti parkolót, akkor inkább azt szétzúzzák, és akkor majd megint majd építenek valahova, majd kitalálnak, hogy ide is, emellé is kell parkoló, akkor majd arra megint építünk, mert valójában ezek nem az észszerűséget nézik soha, hanem a lopási, rablási lehetőségeket. És nyilván a lopási, rablási lehetőségek, azok nagyon sokszor úgy kivitelezhetőek, amit már mondtam, hogy minél több barom, és minél költségesebb beruházást kell kitalálni. És nyilván, mivel ezek Bélák, tehát itt Döbrökfalván nagyon sok Béla van a vezetőtestületben, ezért nyilván ezek kreatívan, normálisan, ezek nem tudnak soha, nem is tudtak soha gondolkozni, csak nyilván azon tudnak, hogy ha lehet, akkor minél drágábbra felvinni, minél silányabb munkavégzést folytat, és akkor nyilván akkor minél nagyobb alkotmányos költség keletkezzen a kifizetett összeg révén, és akkor nyilván utána azt lelejmolni, és utána pedig akik ezt mindig megszavazzák, a zsebbe tett lakályok, azok pedig utána nyilván az a feladatuk, hogy utána egy kis Júdás pénzzel megháláják, hogy ezek a lakályok, ezek a csicska képviselők, ezek a Károly szolgák, utána a következőt is szavazzák meg, a következő baromságot is szavazzák meg. És nyilván most majd meg fogják szavazni, hogy akkor most a Bajcsi-Zsilinszky útra a parkolót szét kell verni, és a szétvert parkoló helyére kell a bölcsődét majd építeni. Tehát ezeknek ennyiből áll ez a fő tevékenységük, és azt gondolom, hogy ez szánalmas, de hogyha ezt minél többen át fogjátok látni,
Üdvözlöm, nem? A karulam? Szevasz, igen. Csak most élő közvetítésben vagyok, az... abban nem, ugye? Jó, jó. Mindjárt csak várom a rendőrséget, azt azért nem kapcsoltam még ki itt a videót, de akkor utána majd, jó, akkor majd folytatjuk. Tehát végül is csak ezt azért mondom, hogy ezeket meg kell, hogy értsétek, mert akkor összetudjátok magatokba rakni, hogy miért maradt le ilyen jelentős mértékben mondjuk egy Újfehértóhoz képest, egy Balkányhoz képest Nagykáló az elmúlt 15 évben. Tehát ezt meg kell értenetek, hogy hogyan működött itt a rendszer. És hogyha már most nyilván várjuk itt a rendőröket, uram, de várjuk, beszéljünk, mert engem érdekel, jó? Tehát, hogy mindjárt megjönnek, mert a szemetet akarom bemutatni, vagy eltakarítatni itt a főtérről a rendőrök szabálysértési eljárás keretében. Jó, én itt sorba állok. Jó, jó, itt leszek, jó, jó, köszönöm, uram. Tehát azért kell, hogy ezt megértsétek, mert akkor rá fogtok jönni, hogy ez, ami itt zajlott, ez a lepusztítási folyamat, ez nem Isten csapása, ez nem ilyen, úgymond, mert Juhász Zoltán azt mondta, mintha ez ilyen Nyíregyházához való közeli elhelyezkedés miatt történt ez nem amiatt történt, hanem amiatt, hogy a Bélák állandóan Nagykálló kifosztásán és kirablásán mesterkedtek. Tehát ez emiatt lett így, és emiatt van itt, és most itt ez a fontos kérdés számotokra is, meg nyilván én már ezt eldöntöttem, hogy ezt ti el akarjátok-e némán, bambán tűrni, hogy ez menjen tovább, vagy inkább megállt akartok parancsolni, és azt akarjátok, hogy amit szerettetek volna már 2019. októberében is, hogy az jöjjön el, az az időszak, az az új korszak, amikor a tolvajkodás helyett Nagykálló felszabadul a fenyegetőzés terror alól, és nyilván átlátható lesz a működése, előtte lesznek bevonva a civilek, nyilván azt hazudta most is, hogy mindig be lesznek vonva, egyáltalán nincs, tehát a kínjában most, hogy nincs pénz, most a mutizás az arról szól most a mérnökkel, hogy valahogy hogyan tudják ezt valahogy elhárítani, ezt a problémát, hogy nagyon mini a kulipintyó, ugyanakkor egyre nagyobb a lakossági elégedetlenkedés is, de lopni is kell, tehát hogy a lopás is meglegyen, tehát most ezen vannak gondba, de mondjuk a tervek kapcsán, tehát ami itt van a Pepco, és a Pepco mellé kulipintyó kapcsán, nagyon-nagyon fontos, hogy most ahhoz, hogy érdemi egyeztetés lehessen folytatni a képviselőkkel és a lakosokkal, meg kellett volna adni a tervezés mellé tartozó költségvetést. De nyilván ez még sehol nincs. Tehát ezt már ezzel kellett volna indítani, nem hogy egy olyan, pont ezt ma is többen küldték már nekem, ma is küldte egy fiatalember, hogy nyilván, hogyha valaki kéri a terveket, egy olyan teljesen igazán használhatatlan képen, egy ilyen Facebook képen lévő tervek, egyszerűen szánalmas, tehát hogy ezt így gondolja, és akkor most valaki írt neki, aztán nem sikerült neki beszerezni még a terveket se. De mondom, hogy nem csak a tervekről van szó, hanem a tervek mellé tartozó részletes, tételes költségvetésről is szónak kellene lenni, mert az sajnos az hiányzik. Tehát emiatt igazi érdemi konzultációt jelenleg nem lehet folytatni a tervezés kapcsán. Nem tudjuk, hogy azok a V betűbe kiálló sarkok, amik teljesen funkciótlan, a gics funkciót töltik be, tehát tartalom-forma funkció, tehát az a forma, annak se tartalma nincs, se funkciója nincs, például nem tudjuk, hogy az mennyibe kerül. Tehát ahhoz, hogy adjunk mondjuk egy érdemi javaslatot, ahhoz tudnunk kellene, hogy tudjunk utána hozzá mondani. Látjátok, kóborkutyák sincsenek elég, csak most is itt is van egy... Tehát ott is van szegény éhes, menne enni. Tehát nincsenek nagy problémák. Itt a vizuális és közlekedési kapcsolat az a legfontosabb, de amint látjátok, tehát ott is egy kutyus. Mindjárt szerintem megy is. Szegény nagyon fél. Látjátok, ez is a főtéren vagyunk. Ott a ukrajnai, 70-es évekbeli ukrajnai állapotok, tehát ott látszik ott a szemét. Megjön a kóborkutya, aztán megyen, a gazdátlan kutya, megyen enni. Keresgél egy kicsit, látjátok, ott a szemétbe kotorászik. Keresgél.
ezek a mai állapotok. Mert itt a vizuális és közlekedési kapcsolat megterem. Látjátok, hogy milyen jó, hogy az a szemét ott van. Látjátok így? Ez a kóbor kutya legalább tudott keresgélni, turkálni. Így zajlik a döbrő. És ő a főállású trafikos. Főállású trafikos. Így kidobálják a szemetet. Nagykálló főterén 2021. január, nem tudom, hanyadika van most? 26-a vagy 25-e? Látjátok, itt tartunk. Itt vagyunk szépen. Ez a helyzet. Jól átturkálja. Ez is annyiszor beszéltük, már ott van Újfehértó, már 15 éve vagy 20 éve meg tudta oldani a menhely problémát, csak nyilván abból nehéz lopni. Tehát a kutya menhelyből, pont a Neumann Laci mondta, hogy amikor kim voltunk most is ott a Magyi úton a törmelék, az a sok tégla, amit ott szétvertek és tönkretettek, abból olyan kutya menhelyet lehetett volna csinálni, szociális épülettel, mindennel együtt, hogy az megszólalt volna. Egy járásközponthoz méltó menhelyet lehetett volna, de sajnos látszik, hogy itt szét kellett verni, mert a lopáshoz nyilván le kellett mutyizni a nagykállói vállalkozóval. Látjátok, látjátok? Tehát azt mondja, jól eszik. Tehát csak azt mondom, hogy abból, hogyha megint nem a rombolás lett volna, szintén egy másik lakos javasolta, hogy abból a művelődési központ tégláiból, ami itt tönkretettek, hogyha kézzel ki lett volna bontva a bontási tervnek megfelelően, akkor abból pedig mondjuk a lakótelepre lehetett volna jó pár garást építeni, vagy el lehetett volna adni a lakosoknak, akik szintén a város különböző pontjain a saját telkükre is tudtak volna garást csinálni, de nyilván itt ez nem szempont, tehát ez nem volt szempont a vagyonnak a megmentése és a vagyonnak a... Látjátok, milyen szemetes az egész terület, tehát ott is az mind-mind szemét ott. Ez a Tibike és Károlynak a birodalma, tehát ott látszik, hogy a kutyus az szépen keresgél, nincsen kóborkutya probléma. Berecki Mária jegyzőasszony, az, mikor az állatmenhely megkérdezte az ügyeket, ők csinálják, befogják a kóborkutyákat, rendezik, tehát ami a jogszabályban van, az be tudja másolni, mint hogyha itt lenne. Hát gondolták, az a nyíregyházi állatvédő alapítvány az úgyse tudja, hogy ő mit hazudik éppen neki, akkor is, ha tudjátok, akkor is azt hazudták, hogy nem volt temető a temetőhelyén, itt is elmondják, hogy befogják a kóborkutyákat, tehát látjátok, így szépen, így zajlik az élet 2021. január végén itt Nagykállóba, hogy szépen jól lak legalább. Hát szegény kóborkutya, most lehet, hogy ezt innen el fogjuk takarítatni a szemetet, tehát már ide nem fog tudni járni. Reggelizni vagy vacsorázni, nem tudom hányszor jár, most úgy látszik vacsorázni jött a kutya. Csak meg kell állni, nem két semmi, nem hogy mi lejáratjuk, mi csak bemutatjuk, hogy mi történik, mi zajlik itt Nagykállóban, és akkor nagyon szépen látszik, hogy működik, itt is látjátok, most megint bejött itt a busz, szépen bejött, befordult, látjátok, milyen szépen meg tudta közelíteni innen a Bátori út felől. A buszállomás, leszállnak róla, és nem hiányzik senkinek, hogy a főtéren keresztül menjen. Mert nyilván azt szeretnék, hogy ez a busznak ez a zaja, ez ott legyen a főtéren, a leendő rendezvényház szomszédságába. Tehát ez nagyon jó lesz, ugye halljátok, milyen szép zaja van, ilyen zaj kell oda a művelődési központ, vagy a nem művelődési rendezvényház, amiben egy 200 fős rendezvényt se lehet lesz megtartani.
Látjátok, ez nagyon fontos, hogy ott mellette ilyen zajjal járjon. Látjátok, meg van oldva, látjátok, itt van, tökéletes a főteret, elkerüli a busz, elmegy szépen. Látjátok, minden meg van oldva, és most Károlyék azt találták ki, hogy ezt ott kellene, ide be kéne vezetni, és itt kellene, hogy menjen. De nézzétek meg, milyen szépen el tudta hagyni, tehát nem kell ez. Megnézem már, hogy a kutyus még mindig vacsorázik. Még ott van, úgy látom, a kutya még ott van. Nagyon rossz itt ilyen, hát este kevés fény van, de látszik, hogy ez még mindig falatozik ott. Lassan 40 perc telik el, mióta próbáltuk a rendőri intézkedést kérni. Látszik, hogy nem sikerül. Kutya az jól van tartva itt a szemétbe. Látjátok, ez tökéletesen működő állam, amikor a lopásra van szocializálva város vezetés, akkor ez így működik, tehát ez most, mivel már lassan, mondom, eltelik a 40 perc, mióta nem érkeznek meg, azért most megkérdezzük még egyszer, tehát itt a magyar állam szerveit, hogy kezét csókolom, Orosz Mihály Zoltán vagyok, és innen Nagykállóból telefonálok, tehát olyan körülbelül 40 perce kértem már ide a főtér, a Bátori út egy szám alá rendőri intézkedést, és azt szeretném kérni, hogy megkérdezni öntől, hogy mikor fognak érkezni. Nagykálló, Bátori út egy szám. Igen, igen, igen. Jó, jó, köszönöm. Mert mondták, hogy fognak hívni, de nem hívtak. Köszönöm. Várjuk. Kezelő hamarosan újra jelentkezik. Kérjük, tartsa a vonalat. A kezelő hamarosan újra jelentkezik. Kérjük, tartsa a vonalat. A kezelő hamarosan újra jelentkezik. Kérjük, tartsa a vonalat. A kezelő hamarosan újra jelentkezik. Kérjük, tartsa a vonalat. A kezelő hamarosan újra jelentkezik. Kérjük, tartsa a vonalat. A kezelő hamarosan újra jelentkezik. Kérjük, tartsa a vonalat. A kezelő hamarosan újra jelentkezik. Kérjük, tartsa a vonalat. A kezelő hamarosan újra jelentkezik. Kérjük, tartsa a vonalat. A kezelő hamarosan újra jelentkezik. Kérjük, tartsa a vonalat. A kezelő hamarosan újra jelentkezik. Kérjük, tartsa a vonalat. A kezelő hamarosan újra jelentkezik. Hát látjátok, hogy minden tökéletes. Kérjük, tartsa a vonalat. Haló? Itt van még, uram? Igen, itt vagyok. Egy szükségben most ügyeletesen azt annyit kért, hogy annyit tájékoztassam arról, hogy érkezni fognak majd a rendőrök, jó? Jó, jó, akkor... Jó, nem nagyon... Nem tudtam megmondani körülbelül mikor, de vissza fognak menni, jó, egy kis türelmet kérjük. Jó, nagyon szépen, köszönöm. Minden jót. Köszönöm én is. Minden jót. Viszontlátásra. Akkor legalább ennyiben megnyugtattak, hogy csak lesz rendőri intézkedés, ez már valami, csak látjátok, hogy milyen úton és milyen nehézkesen. Tehát addig még nyilván megnézem, már csak az a baj, itt már most itten a kis kutyus, vajon itt van még a... Itt van még a... Már úgy látszik, elment. Már befejezte a vacsoráját a kóborkutya, ezért nyilván elment.
reméljük, hogy csak megérkeznek a járőrök is. Kis áldozat kell, és akkor nyilván ennek hatására látszik, hogy bízunk benne, hogy el lesz takarítva ott a szemét. Ha már a főállású trafikus döbrögű, látjátok itt is, hogy haladnak a buszok, tehát ezeket akarják minden áron. Látjátok, ott mennek, tehát ezeket akarják bevinni a főtérre, ezeket a buszokat. Most nagyon jó, szépen el van kerülve a főtér. És nyilvánvaló, hogy ezek, hogy keresztül szeljék a főteret, ez a legfontosabb. A másik kóbor kutya, látjátok? Tehát itt jött egy másik kutyus. Nagy probléma nincs, ha ez mindig iszott. Ha ezektől mindtől eltekintünk, akkor minden. Mindig az aktuális problémától eltekintünk, akkor tökéletes a Kánaán. Itt a döbrögi Kánaán, itten. Tökéletes. Megy a kutya, ott látszik, tehát ott most átmegy. Megy ő is, eszeget, keresgél egy kis ennivalót magának. Nézd, még a szatyrokat lehet ott megnézni, valami szatyor, valami táskát ott. Hát így van, amikor nincs gazdája egy településnek, akkor ez a helyzet. Van egyébként is, nem látom itt minden részét, amit írnak itt hozzá egyesek. Van itt minden, tehát most is van vagy 200 közmunkás. Lehetne itt megoldani a dolgokat, csak nyilván a lopás, meg a rablás, meg a titkolózás, ez teljesen kimeríti. Látjátok, itt jön a busz. Nézzétek meg, milyen szépen kimegy. Ezt Károly szerint, látjátok, tehát a buszt ott szépen elkerüli. Károlyék szerint azt mérték fel, tehát beszélt itt a mérnök, és azt mondta, hogy itt erre kéne menni. Tehát lenne a legjobb, hogyha ez a busz itt keresztül szelné itt a főteret, mert erre van legnagyobb szükség. Hát látjátok, tehát így nézik hülyének, és így nézik teljesen ostobának a nagykálói lakosokat, és nyilvánvaló, hogy így utána így próbálják meg ilyen, tehát hülyének nézett lakosságra szabott kommunikáció és indoklás alapján próbálják meg a várost teljesen szétrabolni, és nyilván ez a legfontosabb, hogyha lehet, akkor ez még minél jobban, minél tovább, minél intenzívebben menjen, mert nyilván most már egyre kevesebb rablási lehetőség van, és most itt a végén nyilván még amit bírnak, azt megpróbálják kiszakítani, és utána nyilván, amit már mondtam az előző bejelentkezés során is, hogy ott majd a végén, majd megy az egymásra mutogatás, mert Tibike és Károly rá fogja kenni majd a képviselőkre, a fideszes csicska Károly szolgákra, akik még a kampányba politikai ellenfélnek tűntek, úgy adták elő magukat, utána pedig Tibikének és Károlynak a szolgálatára szegődtek, és első számú szövetségesei lettek, akiknek a révén minden aljasságot Tibike keresztül tud vinni, tehát ezek a Fükaszás Sőrés, aki szintén most lépett be a Fideszbe nem régen, a Oroszné Nagy Matilda, szintén aki fideszesként segíti, akkor Tóth Zoltán volt Fidesz elnökként, most is Fidesz tagként, Bereckiné Pápai Margit új fideszes elnökként, tehát ezt így szépen, ezt így most rajtuk keresztül viszi Tibike, meg Károly a rombolás, és utána pedig majd rájuk fogja szépen fogni az összes bűnt, hogy valójában ők szavazták meg, a képviselő testületnek volt a döntése, nem a Tibikéjé, hanem sajnos ez a
képviselőtestület első számú bűne, de valójában ebben sajnos ebben igazuk van, mert úgy van megcsinálva az önkormányzati rendszer, hogy valójában a képviselőtestület döntése az, ami igazán számít. Tehát ezért mondta Károly 94-ben már, hogy ha 18 fős a testület, akkor 10 fő kell, hogy a mi emberünk legyen, a mi zsebünkben legyen, a mi irányításunk alatt legyen, és akkor azt csinálunk, amit akarunk. Tehát ma sajnos ez van, tehát ez a rendszer, hogy ha megvan a képviselőtestületben a többség, azok le vannak zsírozva, akkor lehet rengeteget rabolni, és a rabolt pénzből pedig lehet utána a Júdás pénzt megfizetni, és nyilván a megfizetett Júdás pénz révén pedig újból és tovább maguk mellett tudják tartani az áruló szemétláda képviselőket. Hát én azt gondolom, hogy ez egy brutális probléma, és ezt mindenképpen tudni kell, és nyilván a ti segítségetekkel ez ellen kell, hogy harcoljunk, mert azt gondolom, hogy ez egy olyan métej és egy olyan korrupciós háló egy város nyakán, vagy egy város életében, amit mindenképpen le kell rázni, és le kell tudni úgymond vetni, hogy továbbra is mindenképpen a halál útját elkerülje egy város, és tudjon gyakorlatilag a fejlődési lehetőségek irányába is megnyílni. Hát én azt gondolom, hogy ezek olyan súlyos problémák, és amit akartam még mondani, hogyha most várjuk a rendőröket, mert nyilván ezt azt hittem, hogy ezt 10 perc alatt le fogjuk tudni rendezni ezt az ügyet, de nyilván ez itt látszik, hogy ez nem így megy itt ebbe a tökéletesen jól működő illiberális államba. Ezért még egy másik nagyon fontos része, amit már sokszor hangsúlyoztunk, hogy például itt van a volt OTP-nek az épülete, ez belül egy egyesület, az Asztani Tenisz Egyesület segítségével nagyon szépen sikerült felújítani. Civil összefogás révén. Tehát látszik, hogyha nem csak a pusztítás vezeti a településgyilkosokat, akkor nyilván itt Jónás Sanyikáék megmutatták, hogy nagyon sok mindent minimális költségen rendbe lehet tenni, és működőképessé lehet tenni. Na, ugyanezt lehetett volna a művelődési központtal is, de sajnos nem ez volt a szempont, hanem az idegen vállalkozó. Az idegen vállalkozó az a debreceni vállalkozó, aki a munka után az iparűzési adót természetesen Debrecennek fogja befizetni, és nem Nagykállónak. Tehát annak a zsebébe kellett tömni, és nyilván az pedig a maximális mértékű rombolás révén gyakorlatilag tette tönkre az épületet úgy, hogy ne lehessen benne az egyik adta világon semmit, de semmit megmenteni és hasznosítani. Mindjárt egy pillanat. Csak ezt megnézem már, hogy... Visszajöttem majd a kocsihoz, mert keresek már egy töltőt, mert az a probléma, hogy merül a telefon. Nem gondoltam, hogy ennyi. Időt el fogunk itt tölteni, és ebben a hidegben sajnos a telefon az
nem nagyon bírja itt a hideget. Akkor át fogom kapcsolni egyébként valószínűleg a másik telefonra. Sajnos nincs itt a, tehát az, amit szoktam mindig hozni, és nem szeretném, hogy lemerüljön itt a telefon. Ezért mindjárt egy pillanat megnézzük ezt a powerbankot, hogy ez működik-e. És utána nyilván folytatom itt a fontos észrevételeket. Mindig, tehát ezt mondom, ezt nem is gondoltam, hogy most ma megint, tehát itt a tökéletesen működő magyar állam, az így jár, vagy így vagyunk, tehát hát, ha ez itten tölt most már ez a powerbank, hogy ennyit kell várni egy rendőri intézkedésre, már pár százalékon van, hát megnézzük ezt.